A különféle nemzetiségű emberek másféle módon készítik mindezt el, vagy mondjuk a tájegységeken élő emberek, mindenki picit másképpen. Én is másképpen ismertem, de most valami csodálatos ez a székelyfajta elkészítési módja. De azzal még várjunk egy picit, beszéljünk arról, hogy itt született kis Dorogon, bukovinai székely. Egy kicsit erről a múltról, erről a fajta származásról, életről. Igen, bukovinai székelyek a szüleim, édesanyám már Bácskában született menekülés közben, és mi ide Kisdorogra lettünk betelepítve, és érdekes sajátosság, hogy a Sebestyén Antal Esperes nevelte édesapámat, és ezért mi a húgával nőttünk föl, és nagyon sokat tésztát készített, főzött velünk, három gyerek volt, anyujék dolgoztak nyilvánvalóan, és ezért mi nagyon sokat voltunk vele. Ő 1895-ben Hadikfalván született, amikor Bácskába átkerültek, onnan már menekülve jöttek Tolna megyébe, a Völgységbe, és itt lettek ők letelepítve, és itt kaptak házat, és édesapám velük nevelkedett, és ezáltal mi is oda születtünk, amikor megnősült, és vele nevelkedtünk, ezért olyan ételeket készített, és tényleg tőle hiteles volt ez az angyalbögyölő is, amit készítettünk, mert ő még otthon ezeket az alapanyagokból főztek. Nyilvánvalóan, hogy a több nemzetiségnek nagyon hasonló a konyhája, mert az alapanyagok azok megteremtek a kertbe, és ezért a krumpli, a hagyma, disznójuk volt, mindenkinek tehene volt, tehát a tejtermék volt megtalálható, és ezekből készítettek, hogy szapora legyen, sok gyerek volt, nem volt sok pénz, és ezért olyan mennyiségű ételeket főztek, ahol azért a fejlődésben levő 5-6 gyerek általában egy családban jól lakott vele. Azért választottam az angyalbögyölőt, mert mi ezt nagyon szerettük. Krumpliból, lisztből, tojásból, zsírból készül, és mi székelyek dinsztelt hagymába és szalonnába forgattuk bele. Volt ennek egy édes változata, ami sajátossága, hogy a székelyek mi így ettük, és én Balbina nénitől így láttam, hogy olvasztott vajat öntött rá, és szilvalekvárral ettük. Először megfőztük a krumplit héjába, és utána lereszeltük. Teszünk bele egy tojást, egy kanál zsírt, egy kis sót, és utoljára a lisztet. Egy kanál zsírt, és akkor egy kis sót teszünk bele, hogy legyen íze. Most ezt egy kicsit összekeverem. Mennyire kell puhára főzni? Puhára, egész puhára. Igen, reszelhető legyen még annyira. Igen, igen, jó puhára megfőzni, és akkor most tesszük bele a lisztet. Meglássuk, hogy mennyire kell. Ebbe cukor nem kell? Ebbe nem. Majd ízesíteni lehet. A végén. Igen, a legvégén, igen. Én szeretem, hogyha így lehet így gyúrni egy kicsit, mert akkor jobban össze lehet dolgozni. Ugye az angyalbögyölőnek volt nálunk egy édes változata és egy sós változata. A sós változatához ettek kefírt, csinált tejet, illetve savanyú káposztát. Mennyire volt gyakori ez az étel az asztalokon? Hát ez egy egyszerű hétköznapi? Ezt készítettük, én nagyon sokat segítettem neki, a bátyám nagyon szerette, amikor meghallotta, hogy angyalbögyölő lesz, akkor mindig nagyon szívesen várta az ebédet. De én arra emlékszem, hogy Balbina néni állandóan tésztát gyúrt, tehát valami tésztaétel volt, ő nagyon-nagyon vallásos volt, mivel az Esperesnek a húga, és ezért nagyon keves napon evett húst.
és ezért állandóan én azt láttam, hogy a tésztát valamilyen formában, vagy a gyúrtésztát, vagy a krumplival a gyúrtésztát készített. Napjainkra is megmaradt ez a nagyon finom étel, és ugyanilyen gyakorisággal felkerül az asztalra? Tehát ez így benne van az étrendben rendszeresen? Igen, igen. Mi már többször köretként készítjük, és sült húst kínálunk melléje, de mi gyerekkorunkban főételként, én arra emlékszem, hogy egy pohár aludtej volt melléje. Na és akkor így ilyen gombócokat vágunk. 2 centig? Körülbelül 2 centig? Így körülbelül, igen, és akkor így csinálunk ilyen. Először gombóc, és aztán lesz majd az, amit mindenki tud a sodrás. Mi mikor kicsik voltunk, a nagymamám csinált egy ilyen nagy tállal így. És akkor ugye nem értük fel az asztalt, akkor így belenyúltunk, és úgy szedtük ki. Milyen finom volt az. Istenem, akkor még nem voltak ilyen tányérok, meg minden, hanem úgy tálból ettük. Lopkodtuk ki. Most látható ételnek az elkészítéséhez milyen alapanyagok, illetve milyen adagban szükséges ahhoz, hogy egy 4 személy jól érkezzen belőle? Ez függött attól, hogy egyáltalán a krumpliba mennyi nedvesség volt, de körülbelül egy olyan 3 nagyobb krumplit szoktak megfőzni egy családnak, az 4-5 fős családnak, amibe került egy kis kanál só, egy evőkanál zsír, egy tojás, és annyi liszt, amennyit fölvesz, mert ez a krumplitól függött, de ezt így is mondták, hogy érzésre, amennyi lisztet felvesz, egy elég jó, kemény gyúrt tésztát kaptak belőle, és ezeket szaggatták ki, és körülbelül egy olyan jó 2 fej hagymát, jó sok zsírt használtak hozzá, hogy fölszívja, és jó lucskos legyen tőle, és hogy teljen, tehát hogy jól lakjanak belőle, mert azért régebb kint dolgoztak a mezőn, tehát ez tartalmas, energiadús étel is volt. De a szalonna miatt is. És a szalonna miatt amiből is. Töpörtyű készült, ahogy én látom, igen, és akkor igen, úgy kellett rátenni. És a töpörtyűt úgy keverték bele a zsírjához, igen, a szalonnával. Itt több hölgy is segítkezett, ők az egyesület tagjai egyébként? Igen, igen, ez egy, végül is az egyesületünk egy baráti társaságból indult el, hogy jelentkezett egyik társunk polgármesternek, és nem őt választotta a falu, és akkor úgy gondoltuk, hogy attól tehetünk mi a faluért, amiért nem polgármester, meg nem önkormányzati kereteken belül, és akkor alakult meg az egyesület 17 éve. És akkor nagyon sokan, nagyon szívesen jönnek, segítenek a faluban, segítenek minket olyan programokkal, 2-3 programunk van körülbelül egy évben, és nagy szeretettel süteményt hoznak, régiséget, hagyatékot gyűjtenek össze. Szerintem nagyon szívesen vannak velünk különben kívülállók is, de egy picike egyesület vagyunk különben, akik aktív, sok tagunk van, de egy aktív az olyan 10-12 fő. És akkor járunk a fesztiválokra is segíteni, hogyha kell. És akkor ugye ők segítettek itt az alapanyagok előkészítésében, meg ugye ahhoz, hogy mi egy kis műsort készítsünk, azért bizonyos fázisokat fel kell venni előre, de szerintem már sokan tudják a nézők közül, és végül sikeresen elkészült az angyalbögyölő székelymódra.